Sziasztok! A Hogyan válaszunk iskolához szeretnék egy következő videót csinálni, és arról fogok nektek ma beszélni egy megtörtént eset nevek nélkül. Amikor természetgyógyászati iskolába jelentkeztek, ugye már megbeszéltük azt, hogy nézzétek meg azt, hogy az iskolának legyen valós háttere, ki tudja adni azt az igazolást, amitől ti el tudtok menni vizsgázni, sikeresen le tudja igazolni nektek a gyakorlatokat, tehát ne az legyen, hogy még utána be kell gyűjteni ki tudja hány darab gyakorlati igazolást. Viszont mellette most egy olyan sztorit fogok elmesélni, amellyel nagyon fontos az, hogy vegyétek figyelemben az iskolában tanító tanárokat is. Ez egy, mondhatni azt, hogy megtörtént esemény, mely szerint tanuló szeretett volna könyvet vásárolni egy bizonyos tanfolyamhoz, és talált is könyvet az interneten, weboldallal, eladó, stb. És fölhívta a magadott telefonszámot, hogy azt az alábbi kettő darab könyvet szeretné megvásárolni, ami fönt van az interneten. Egy hosszú telefonbeszélgetés, tehát majdnem egy 20 perces telefonbeszélgetés közben mondjuk azt, hogy elhangzottak olyan dolgok, hogy milyen spirituális fokozaton van az az adott tanító, elhangzott az is, hogy a nőknek hol lenne jelen pillanati rendszerben a helye, elhangzott az is, hogy egyébként kinek az energiaszintje hova tartozik, és milyen dolog az, hogy az adott tanuló vizsgázni vágyónak csak sokkal kisebb a rezgésszintje, és mellette még az is elhangzott, hogy ne nevezzük az adott egyén nevén, hanem ő tanár úr. Na most ezzel semmi gond nem lenne, hogyha bizonyos energetikai szinten vagyunk, ezek nem férnek bele. Kettő az, hogyha én egy könyvet akarok venni, akkor vagy ki van írva a nevem, vagy az van odaírva, hogy tanár úr, és akkor mindenki tudja, hogy hol a dolog. Nagyon fontos az, hogy egy ilyen iskola választásnál figyeljetek arra is oda, hogy hova sorolja magát az az adott tanár. Mert nagyon sok esetben lehet abba belefutni, hogy sokkal magasabbra rangsorolja magát, mint ahol egyébként valójában tart is, és ugye ezen keresztül nagyon sok olyan ismeretet fog átadni nektek, ami nem biztos, hogy ismeret. Mik lehetnek erre utaló jelek, amikor mindenki más hülye, vagy mindenki más rosszul csinálja, vagy a vizsgán ezt így kérik, de az én véleményem az az. Mik lehetnek azok a megtévesztő jelek, amik valószínűleg jók is, meg egyébként rosszak is, és ezt én is szoktam használni. Ugye azt tudjátok, hogy én benne vagyok a vizsgabizottságokban, tehát javítok dolgozatot is, meg részt veszek a szóbeli vizsgákon is. Ez egy tök jó dolog egyébként, mert nagyon sok olyan dolgot tudok, amin keresztül tudom, hogy hogy zajlik egy ilyen vizsga. De ezzel vissza is lehet élni, mondván azt, hogy ő vizsgáztató, és egyébként a vizsgákon sose volt jelen, tehát azt kell tudnotok, hogy nagyon sok olyan van, aki ezt csak megszerzi azért, hogy elmondhassa, de egyébként halvány lila fogalma sincsen, hogy hogy működik egy vizsga. Aztán, ami szokott lenni, hogy hát a vizsgán így kérik, de egyébként, igen, van ilyen is, de egyébként, tehát a vizsgán úgy kérik, a való életben így működik. Ez a helyes. Az, hogy a vizsgán így kérik, de én úgy tanítom nektek, az már inkább az ego kategóriája, hogy valamiért nem fogadja el a vizsga. Tehát nagyon sokszor figyeljetek oda arra, hogy ezek az apró elejtett szösszenetek. És miért fontos ez? Egy, biztos, hogy jól tudjál levizsgázni. Kettő, biztos, hogy azt tanuld meg, amit lehet is használni a természetgyógyászatban. Három, ne olyan iskolába járjál, ahol a te tudásszintedet, vagy téged saját magadat lenéznek, mert a tanár sokkal okosabb, mint te. Hozzáteszem, vannak olyan esetek, amikor a tanuló sokkal okosabb, mint a tanár, de van olyan eset is, amikor a tanító olyan dolgokat ad át, amik tök jó dolgok, és ennek így kéne működnie. De egy ember nem attól lesz tanár úr, mert valakit úgy hívnak. Tehát ugye tanítok, tehát miért ne hívhatnátok tanár úrnak, de én András, meg Andris vagyok, ahogy hívtok. Tehát nekem nagyon sok olyan egyetemi tanárom volt, aki nem tanár úr, meg tanárnő, hanem Béla, Pisti, Ági, bárhogy is hívták őket, és lehetett, és őket így kellett szólítani, tehát ők nem várták azt el, hogy tanár úr. Ezek egyetemi tanárok voltak. Spirituális szinten talán még lehet mester,
de ez a tanár úr megszólítás szerintem nekem egy picit erős. Főleg az, hogy az az adott valaki csak egy könyvet szeretett volna vásárolni. Tehát amikor iskolát választotok, akkor menjetek utána. Tehát ne az legyen, hogy kiválasztotok egy online formot, hú, tök jó az ár, nagyjából azt adja, amit elvárnak tőlem. Ugye erről beszéltünk, hogy az ár nem mindig azt tükrözi, amit kell tükröznie. Hogy mit adnak, nem mindegy, hogy vizsgára akarsz felkészülni, vagy egyébként majd a jövőben ezt szeretnéd használni is. Nem mindegy, hogy elnyomnak a tanfolyam képzés, egyébként kapsz is valamit, vagy felemelnek, és mellette kapsz is valamit. Nagyon-nagyon nehéz, de én úgy gondolom, hogy csináljátok azt, hogy találjátok meg mondjuk online az iskolát, vagy ajánlás útján, és a másik oldalon utána hívjátok föl az iskolát, és igenis beszéljetek azzal a tanárral, és igenis legyen meg az a szimpátia valamelyik tanárral az iskolában, főként azokkal, akik egyébként magát az iskolát rendszeresen csinálják, tehát ne egy vendégelőadóval, hanem aki részt vesz, és győződjetek meg arról, hogy jól érzitek magatokat. Tehát ne egy vizsgát csinálj, vagy ne egy iskolát csináljatok meg, mert muszáj, hanem igenis szeressétek azt a valamit, és igenis a végén pozitívan emlékezzetek vissza, és nem csak azért, mert meg kellett csinálni. Tanuljatok ezekből a kicsi videókból, tehát már tudjuk azt, hogy a gyakorlatra igenis figyelni kell, a papírokra igenis figyelni kell, és most már megtanultuk azt is, hogy magukra, a tanárokra is igenis figyelni kell, és jól kell érezned magad, ne csak szenvedj, mert a természetgyógyászat az energetikai felemelésről szól, és nem arról, hogy egyébként mi történik a háttérben. Szóval jól válasszatok, és találkozunk a következő videóban, remélem, hogy hasznos információkkal tudok nektek szolgálni. Sziasztok!